baj, Hugi? Elfelejtetted bevenni az antidepi bogyót. Szorongás oldónak hívják, te idióta. És már rég leálltam volna vele, ha a nővérem nem képzelni magát Hello Kitty-nek. Orsa, ezerszer mondtam már. Csak egy kis pink szájfényre, néhány szőketincsre, és egy Britney CD-re van szükséged, nem pedig terápiára. Ja, és nincs kukucsa blogomba. Cuk-cuk! Bocsik a srácok, de dél van. Mostanra beszéltétek a csajokkal a talit. Kúsolsz, pizza pofi, a csajok várhatnak. Te Dávid, még mindig Reginát tolod? Csak tolnám. De kezdem azt hinni, hogy nem veszi megtiszteltetésnek a vezérém kitüntető figyelmét. Kicsit kezd elegem lenni abból, hogy a smárolásnál nem jutunk előbbre. Hát, én mindig azt mondom Vivinek, hogy egy csókolózás csak kopogtatás. Fönn, vagy lenn, nyitva van-e a bejárat. Szia, baby nyúl! Na, szia! Keményre edzetted magad. Azt tőled várom, nyuszmot. Szia, Vivi Szivi! Szia! Már megint magadra kentel azt a vatlan, herpesz kapott tőle. Hogy milyen gusztus talán? Olyanok az ajkai, mint két kukét szoló mesztelen csiga. Hallóztok, lányok, mi a stájsz? Négy jó második óta nem mondunk olyat, hogy stájsz. Bécsi, akkor mit mondunk helyette? Hova, pizza pofi? Én azt hittem, hogy... Mit? Hogy lóghatsz a menő arcokkal annélkül, hogy megírtad volna a hétfői házi feladatomat? Remélem, hibátlan lesz. Ezt is megcsináltam egy G-karc. Oké, Zsoki, holnapra kész lesz. Oké. Oh my god, ez melyik századból jött? Annyira primitív, amit Pityuval művelte. Miről beszélsz? Erről a kukloxról? Látod, még azt is megengedtük neki, hogy eljöjjön velünk kosarazni. Jótékonyabbak vagyunk, mint a mátrai szeretett szolgálat. Na, megszólalt Mr. Ész, az nem kuklox, hanem kuklux. Vagy inkább kuklops. Gája és Uránusz gyermeke a görög mitológiában. Nem mindegy, másfajba tartozik, azt kész. Gyerünk, skacok, menjünk. Szia, nyuszokat. Szia, Dávid. Szia. Álmodozni szabad, Laura, de nem érdemes. Én a helyedben átpasztolnám neki, pont megérdemelnék egymást. Most mi van? Ez az igazság. Regi pasijáról beszélsz. És? Akkor is egy gyökér. Na, gyerünk, csajszik, mert elkésünk. Hiányzó, levelet hallom most a zajban. Nagyon durva. Igen, benne leszünk a Hot School magazinban. Nem az, ahogy öregszem. Lassan úgy nézek ki, mint egy 23 éves. A barátnőd vagyok, őszinte leszek. Tény, hogy rád férne már egy pihentető maszk. Mondja ezt, Miss Vakulat. Kíváncsi lennék én a te arcodra smink nélkül. Már ne is haragudj, de egy igényes nő mindig sminkben van. Már ne is haragudj, de az van mindig sminkben, akinek valami takargatni valója van. Sziasztok, lányok! Schneider Christian vagyok, a Hot School magazin riportere. Oké, ismerlek. Teleplezted le Lolát, hogy megbukott az érettségén. Így van. Most viszont egy ártatlan kis anyagot készítünk rólatok. Magyarország első pompom csapatáról.
Ki volt az, csak nem Dávid? Akár ő is lehetett. Csácsajok, hétfőn Tali a suliban. Puszi. Puszi? Puszi? Vagy nem? Ezzel meg mire célzol? Á, semmi. Lehet, hogy nem megyek. Kicsit köhögök. Sziasztok, csajok. Ezt meg hogy értette ez a kis szarkavaró? Lehet, hogy nem lesz suli hétfőn. Nem lehet, hogy előre hozták augusztus 20-át? Vivien, május eleje van. Igazgatónő. És mivel indokolta? Kapott egy e-mailt, amiről nem hajlandó beszélni. De azt mondta, hogy nem engedheti meg magának, hogy tovább ronsd a Sportgym hírnevét. Mégis mivel? A puszta létezéseddel. Kicsim! Ez most mindegy! Anyáddal már döntöttünk. Szigorúbb szabályokra van szükséged. Ezért úgy határoztunk, ezentúl egy elitiskola tanulója leszel, és már hétfőtől. Elit? Apa, szőke vagyok! Szoros Bál királynő, a suli kosárcsapat kapitánya Pasim, és én vagyok a szurkoló csapat kapitánya. Mi lehet ennél elitebb? Ha? A Virág gimnázium. Amen. Micsoda? Három éve minden bajnokságról kiedjük őket. Ha megtudják, hogy a Sportgimiből jöttem, élve felfalnak. Sajnálom, Regi. Az igazgatónő nagyon súlyos vádakkal illetett. Nevünk a... Siófoki Elit számára egyetlent a klasszikus családi értékekkel. Nem engedhetjük meg magunknak a botrány. Botrány? És az hogy fér bele a családi imidzsedbe, mikor Orsa patkányal a vállán indul iskolába? Adolfot hagyd ki a dologból. Ha nem tűnt volna fel, épp történelmet írtam. Én a vesztesek közé. Pompás! Gratulálok! Nézd, tesó, én is Pompon királylány vagyok. Jó neked, Domcsa! Én már nem tudom. Szandra, ki kell derítenetek, valaki tönkretette az életemet. De vagy a legjobb barinő. Fúj. Távol mindent. Aki megért engem, az újvilág. Kicsim, hova sietsz? Bemutatkozom az új szomszédnak! Nem a Jessica Simpson volt? Bárcsak, már veszélyzónába költöztetek. Ez a csajszi tutira menstruál. Te csak tudod, Niko. Mindegy, hagyjátok már. Mi az, hogy hagyjuk? Mi van veled, öreg? Semmi, Ricsi, dugd vissza és folytassuk a próbát. Én szívesen visszadugnám. Abban biztos voltam, Szabikám. Senkire még rád sem fogadd el, ennyi jár.
kicsit. Barbie-nak mondandója van. Bocs, de Ken nincs itt, hogyha őt keresem. Ja, de viccesek vagytok. Muszáj nektek ezt a borzalmat művelnetek vasárnap hajnali 10-kor. Nem pozícionál egy picit túl magad, édes? Ha mégis... Itt egyedül te vagy a borzalom. Most pedig tipek szépen haza. Vagy térkép kell hozzá? Még hogy én pozícionálom túl magam. Ti pozícionáltok alul engem? Én szívesen megpozícionálnálak ott alul, de az meg kell várnod a próba végét, te kis vadmacska. Nem elég, hogy új suliba kell mennem, egy tapló új szomszédot is el kell viselnem. Mint ha valami hülye tini filmbe csöppentem volna. Dráma díva. Hiába az én lányom. Sziasztok, lányom! Sziasztok! Ez valami vicc. Itt nem lehet parkolni. Azt hiszed vicced? Ezt nem hiszem el. Ti mindenütt ott vagytok? Hogy-hogy, ti ismeritek egymást. Sajnos. Ez a szörnyel a szegény Márkus szomszédja. Figyelj, tényleg arrébb kéne állod. Nézd, pupák! Biztos vagyok benne, hogy ugyanolyan tehetséges vagy parkolásban, mint zenélésben. De ha nem tűnt volna fel, ez egy diákparkoló, én pedig diák vagyok. Szóval, ha valakinek nem tetszik, hogy itt állok... Hé, kislány, segítsek másik helyet találni! Köszi, nem kell, édes vagy, ez nekem pont jó lesz. Viszont 4 utcával lejjebb láttam egy másikat. Gurulj vissza odáig! Cup, cup! Valamit csinálnunk kell. Vagy beszüntetem az edzéseket, vagy felállítunk egy női kosárcsapatot. Nem kár. Ez még nem Waterloo. A mi napóleonjaink tovább küzdenek. Senki se kíváncsi a meccsekre. Igazgató úr, adjon nekem szabad kezet a csapattal kapcsolatos döntésekben. És ha a mérkőzések referenciáinak sajtóorgánumok adnának felületet? Ne legyen nevetséges. Be vagyunk a bajnoki középdöntőben, de az se érdekli az embereket. Az tény, hogy kellemetlen lenne az iskolának üres lelátó előtt küzdeni. Lukak nélkül pedig nincsen ementáli. Mikor lesz a következő összecsapás? Hónap végén lesz egy meccs, és ha azt megnyerjük, ahhoz 3 hétre mi játsszuk a döntőt. Igazgató úr, ha te hatalmat kapnék az iskola sportügyeinek intézésére... Nem Károly, a hatalom elvakít. A jó vezető bevon és delegál. Menjen és öntsöd lelket a fiainkba. Alika! Hé, nem férsz el? Ezek szerint túl nagy a feneked. Nem is nagy. Miért nem mész inkább fogyókúrni? Ahelyett, hogy itt rinyálsz. Bocsi, de ez a hely már foglalt. Ez is foglalt? Már ne is haragudj, de te nem ott ülsz. De igen, de ez a hely nem neked való. Különben is, itt vannak szabályok. Akkor mégis melyik szabályos nekem? Az ott. Csak nem a híres új diákot üdvözölhetjük körünkben. De igen, Feld Regina vagyok. Köszönöm, Miss Pompon, ismerem magát. A tanáriban kézről kézzel járt a High School magazin. Mindenki vegye elő a könyvét. A múlt héten a 19. századnál hagytuk abba. Maga meg mit csinál? Én? Igen, maga. Hát leírom, hogy mi a lecke. A telefonjába? Majdnem. Ez PDA, és ebbe vezetem a naplómat is. A régi iskolájában is mindent ezen a készüléken rögzített? Igen. Miért mi kivetni valót talál benne? Na, ide figyeljen. Az én órámon, a könyvön, a füzeten és a tollon kívül meg ne láss csak a kezébe mást. Adok magának egy plusz feladatot. Lássuk, meg tud-e birkózni vele.
hagyja el a tantermet, és jöjjön vissza akkor, amikor képes lesz felnőtt ember módjára viselkedni. Hol is tartottunk? A 19. századnál. Igen, folytassuk. Figyelj! Silence, s'il vous plaît! Nem halljátok? Silence! Petit étudiant! Te aki tudnám még mondani, hogy kérünk valakitől elnézést? Madame, én tudom. Most sem, nincs van. Mademoiselle Feld. Igen? Le tudné fordítani? Hát, ha nem tűnt volna fel, nem jelentkeztem. Új, petit, feltűnt. Bár az is feltűnt, hogy ez itt a nyelvóra, és a diákjaimtól elvárom, hogy feleljenek a kérdésemre francia nyelven. Tudod egyáltalán bármiféle szó franciául? Én, igen. Coco Chanel, Louis Vuitton, Jean Paul Gaultier. Voulez-vous coucher avec moi? Lányok, Regina videótelefonál. Csajok! Itt mindenki olyan bunkó, haza akarok menni! Segítsetek el, Joel! Mennyivel kisebb a kijelzőm, mint az életben? Szegény Regi, de mit tehetnénk? Talán nem kellett volna kirúgatnia magát. Különben is gyertek, mondtam, hogy kettőtől próba. Laura, az egész suli azt találgatja, miért rúgta ki az igazgatónő. Hogyha te tudsz valamit, itt az ideje, hogy előállj vele. Én honnan a francból tudnám? Ti vagytok a nagy barátnői. Tökari, hogy így hiányzunk neki. Ja, több cuki, de most én vagyok a csapatkapitány, és az edzés, nem lehet lazítani. Neked sem esne jól, ha egyedül maradnál. Én sosem maradok egyedül. Szia! Na, milyen volt a suliban? Köszönhetően előről. 5, 6, 5, 6, 7, 8. Néha úgy érzem, hogy fáj. Mindenki pakoljon el az asztaláról. Rögt dolgozatot írunk a múlt óra anyagából. Valami gond van, kisasszony? Nem semmi. Nem tudod a reformkor társadalmi alakulását és a feudális monarchia újjászervezését az Anzsuk idején. Kisasszony, ha jól gyanítom, ugye? Igen. Akkor jöjjön be, és csukja be maga mögött az ajtót. Kellner igazgató. Még sosem jártam ilyen szép igazgatói irodában. Felt kisasszony. Az oktatás nem csupán a hiányos tárgyi tudás pótlására szolgál, hanem a polihisztorokat megszégyenítő intelligencia lángjának fellobbantására is. Aki csal a vizsgán, az azonnal eloltja ezt a lángot.
mindenkinek kínos. Igen, kínos is volt, de valójában nem volt csalás. Sandra nem tudta a választ. Milyen szép eredmények. Tudja, miért engedélyeztem, hogy felvegyük magát? Mert a képen feldobja az érettségi tablót. Kisasszony, kérem. Nagy vihart kavart a megjelenése. A referenciái pompások. A családja tiszteletre méltó és befolyásos. Sok fontos ember kiállt önért. Azonban nem ezért vettem fel. Láttam, a másik iskolában milyen közösségi munkát végzett. Úgy gondolom, ezt a tehetségét itt is kamatoztathatná. A büszkeséget és az önteltséget pedig mellőzze. Nem Róma népe élt Kleopátra szépségért, hanem Kleopátra szép Rómáért. Aha. Helyes. Aki a farkánál fogva kapja el a ráját, azt megüti az áram. Világos? Hát, kb. Még egy ilyen kihágás, és ki fogjuk csapni. Múlt és jelen csupán eszközünk. Célunk csak is a jövendő. Abszolút! Hello. Szóval csak azért jöttem, hogy elnézést kérjek a múltkorért. Tudod, amikor a helyedre álltam meg ilyenek. Regina vagyok. És te? Lívia. Ő pedig Alice és Detti. Viszont most zavarod a beszélgetésünket, úgyhogy létszik opla. Igen, jól mondja. Pattanj be a kis limódba, és megsállj Beverly Hillsig. De én csak azt akartam, hogy nem lokhatnék mégis inkább veletek. Velünk? Megvesztél? A helyünkre parkolsz, eljátszod a dámát a suliban, mégis mit képzelsz? Hé, nyugi, nyugodj már meg! Ezt tetszik, hogy lefékezted, arra is rávennéd, hogy lemossa a kocsim, míg beszélgetünk. Figyelj, ezt fejezzük be! Te tudod, hogy miért hagyják ezek úgy fenn az orrukat? Hát persze, mindenkinek megvan az oka rá. Lívia az iskola diák önkormányzatának az elnöke, Alice meg folyton rajta lóg. Ricsi pedig a kapitány az iskolai kosárcsapatban. Revansot akarnak venni azon a csapaton, amelyik 3 éve mindig kiegy minket. Te is csapattag vagy? Abszolút. Én szolgáltatom a zenét a bajnokságra. A csajok imádják. Komolyan? Nem, kicsit sem. De ha nem lógnék együtt Geriék bandájával, a zenélésnek annyi lenne. Mellesleg Márk vagyok, az új szomszéd. Regina! Örültem. Akkor holnap jöhetnénk együtt suliba. Csengess be. Szia! Milyen volt a Pilates? Mennyei. És az új suli? Pokoli. Ó, azért ennyire nem lehetett rossz. De igen. Annyira hiányzik a régi suli. Itt mi a fenét kezdjek? Se csapat, se pasi, se népszerűség. A régi életemet akarom. Miért nem szerzel új barátokat? Dáviddal meg találkozhat suli után is. Anya, Dávid késő esti edzésem van. Itt meg egy normális ember nincs. Na, megyek, Szandrával megtárgyaljuk az eseményeket. Jó, van, menj csak. Csá, család, elmentünk szellemet idézni a temetőbe. Hát igen, lehetne rosszabb is a suli. És hogy örülök, hogy van egy normális húgom is? Édes vagy. Már épp azon gondolkoztam, hogy innen is kirúgatom magam. Tényleg nem derült ki semmi a titokzatos e-mailről? Te meg ki vagy? Ismersz valakit állam.net néven regisztrálva? Semmi. Oké, akkor később. Szia! Honnan ismerjük egymást? Bővebben. Na, szia! Nem, még nem tudom. Minden tárójel, mindenre kíváncsi vagyok. A hajszíne, milyen magas, kora, iznos? Aj, honnan tudod, hogy pasi? Egyébként az is lehet, hogy egy rossz vicc. Vagy az is lehet, hogy Dávid az. Dávid? Azt sem tudja, hogy kell leírni egy mondatot. Nem írok neki, szerintem veszélyes is lehet. Jaj, ne csináld már!
kell egy kis izgalom. Oké, akkor majd még meggondolom. Pusz, pusz. Én tutire nem vagyok normális. Hé, hey, haver! Mégis bőn a Plaza Design. Hello! Sziasztok! Nem hallod, mit mondtam? Mi van? Bocs. Úgy látszik, a szőkeség fertőzött. Mi bajod a szőkékkel? Az összes igazi van szőke. Madonna, Monroe, Brad Pitt. Hölgyeim! Ebben az osztályban lett a legjobb a múlt heti Cooper teszt átlaga. Ezért a mai órát röplabdázással tölthetik, és levertik az egyenpólót. Gratulálok! Hét átmész a másik oldalra, ti itt vanattok, ti hárman átmentek a másik oldalra, és ti is ezen az oldalon vagytok. Krisztina, te vagy a bíró! Regina! Te leszel a tartalék, pattanj föl addig a rúdra, mármint a gerendára. Micsoda terpe? Nem nagy kuszt. Bármikor megcsinálom, most ide figyeljetek! Regina, hagyd dobba, gyere ide! Detti? Dettinek fáj a lába, állj be helyette. Nekem a lábam? Ja, igen. De én nem tudok röplabdázni. Mi van? Félsz, hogy letörik a műanyag körmöd? Nem baj, nem szabad félni az újdonságtól. A nyomás. Ekkora béna, és hogy látsz? És ekkora tapló! Most meg hova mész? Még nem mondtam, hogy vége a játéknak. Csak nem gondolod, hogy tőled fogok engedélyt kérni. Megőrültél! Elgurult a gyógyszered? Azt mondtam, még nincs vége a játéknak. Én meg azt mondtam, hogy te nekem nem parancsolgatsz, te zsarnok, súlylökő diktátor! Állj, mindketten az igazgatóhoz. Most rögtön. De nem én kezdtem. Most meg mit nyafogsz? Fogd már be! Azt mondtam, hogy mind a ketten. Remélem, most örülsz. Lépjenek be! Brüt picsa! Van rajtad bármi, ami valódi? Igen, ez! Regina, mintha két napja mondtam volna magának valamit. Én meg is próbáltam mindent, higgy el! De lehetetlen bármilyen próbálkozásom is. Itt mindenki olyan undok. Még jó, hogy undok. Mikor úgy járkál itt fel és alá, mintha övé lenne az egész iskola. Én? Vagy most magadról beszélsz? Köszönöm, de erre nem vagyok kíváncsi. Mivel a kétségekkel viaskodó elme képtelen a győzelemre összpontosítani, mindkettőjüket kirúgom. Tettél nekem egy szívességet? De igazgató úr! Kivéve, ha segítenek nekem. Ezt most nem értem. Hát ez nem újdonság. Két hét múlva a kosárlabda csapatunk játssza a középdöntőt a döntőbe jutásért. A gond csak az, hogy nincsenek nézők és emiatt szponzorok sem. Gyújtsanak fényt az éjszakában együtt. Inkább rúgjon ki. Azt kell, hogy mondjam, most az egyszer egyetértek. Örülök, hogy ilyen nagy az egyetértés. Ahogy Voltaire mondta, vár rám a munka a kertben. Műveljük kertjeinket. Miért nem bízol rám a kosárcsapat sorsát? Ezek kinyírják egymást. Ráadásul tönkreteszik az iskola hírnevét. Az iskola legbefolyásosabb diákja, és az ország egyetlen pompon csapatának volt csapatkapitánya.
Ha nekik nem sikerül, akkor senkinek. Hiszem, hogy békében meg lesznek, mint nippek a vitrínben. Ne álmodozzon! Érdekel, ha innen is kirúgnak. Előbb halok meg, mint hogy összeszűrjem a levet ezzel a patkány Líviával. Jaj, regény! Nem rúghatnak ki a suliból. És tudod miért nem? Mert ha valaki, te igazi csapatjátékos vagy. Jó, de hogyan bizonyítsam be, ha senki nem barátkozik velem? Kislányom, hidd el, van megoldás. Gondolkozz csak, amikor a sportgimibe kerültél, hogyan lettél te a suli hercegnője? Mi, anya, ezt nem gondolod komolyan ezekkel? Ezek azt se tudják, mi az. Tele van az egész idióta okoskodóval, élők a Líviával, aki helyből akkora bunkó, mint más még nekifutásból sem. Itt csak virágokat kötözni, meg Shakespeare-t játszani szabad, meg ki tudja még mekkora hülyességeket. Különben is. Ki akarna velem egy csapatban lenni? Én akarnék. Köszi, anya. De van egy kis gond a koroddal. Hány éves is vagy? Micsoda? Ki nem mondta? Ki nem mert mondani? Oké. De itt van még Lívia is, aki, ha ezt meghallaná, tutira kifutna a világból is. Na látod, ha másért nem, akkor ezért próbáld meg. Ha tényleg akarod, bármi sikerülhet. Nézd csak körül. Mi sem értünk ám apáddal mindig így. Várcsak, mutatok valamit. Apáddal ez az első házasság évfordulónkon készült. Éppen ma 20 éve. Ez volt az első közös lakásunk, itt születtél. Bár nem emlékezhetsz rá, akkor még nagyon pici voltál, de nagyon boldogan éltünk. Nyilván, mert még Orsa nem született meg. Tévedsz, megszületett. És csak olyankor hagyta abba a sírást, hogyha mellét fektettük. Tudod, mióta sok pénzünk lett, az emberek nem ugyanazért kíváncsiak ránk, mint előtte. Akkor még volt kivel beszélgetni, most meg hát nem igazán. Az akkori barátaink azt hiszik, hogy nem elég jók nekünk, a mostaniakat, hát őket teljesen más érdekli. Anya, egyedül érzed magad? Egyedül? Amikor több mint 200 pár cipő sorakozik a szekrényemben. Mondjuk, hogy nekem most ők a csapatom. Na, itt az ideje, hogy te is megalapítsd a saját csapatodat. Hajrá! Akinek fontos vagy, annak úgyis csak az számít, hogy boldog légy. Anya, nagyon szeretlek. És büszke vagyok rá, hogy te vagy az anyukám. És biztos vagyok benne, hogy apa is nagyon büszke lesz, amikor meglátja, hogy milyen mesés csomagoló papírba burkoltad magad a házassági évfordulótokra. Egész jó kis zene, nem? A zene vagy, aki játsz? Anya. Apropó, Dávid nem keresett? Dehogy nem, ott hagytam az üzenetét a dolgozószobában. És ezt csak most mondod? Reginek mi baja van? Hová fut ennyire? Szia, drágám! Szia! Most semmi komoly, csak ki akarják rúgni a suliból. Már megint? És ez neked semmi komoly? Nem olyan vészes. Majd elmesélem. Most inkább menj átöltözni. Átöltözni? Mi ez az egész? Miért öltöztél így ki? Vacsorázni megyünk a lányokkal a szépségszalomból. Ez remek. Úgy is meg kell csinálnom egy prezentációt. Jó estét! Szia! Segíthetek? Hogy mostad ki ezt a felsőt? Legalább egy számmal kisebb lett. Tudod, új a mosógépem, és most ezt telem. Aha. Anya, most mit vegyek föl? Regina, most inkább maradj a szobádban. Anya, csukd már be! Regina, látogatód érkezett? Te meg mit bámulsz? Fordulj már el! Én csak így sétáltam a házatok mellett, a házatok mellett. Osztom a CD-t, amit beraknék neked. Illetve te is beteheted magadnak. De most nem alkalmas! Te ezt élvezted, ugye? Kárpotlásul nekem adod a Práda felsődet. Na nem. Neked adom a jegygyűrűmet, de a Prádát azt nem. Most pedig nem kuncogsz, ugye? Volt, hogy elhittem 100 szót.
Egyre szarabb ez a hely, amióta nem én vagyok a DJ. Dávid, az még 8. volt. Ti látjátok Reginát? Sehol senki. Nem csörögsz rá? Igen, bocsi. Csak muszáj végeznem holnapra valamivel az álmaim megvalósulását. Aranyos vagy. Szia! Itthon. Á, az üzenet. Dehogy nem csak. Domcsa, mi ez a papír? Dávid, 6-kor a Max pubban vár. Basszus, basszus. Jó, oké. Oké, puszi. Orsa, gyere be! Mi van? Gyere már, Imóki! Tudom, hogy nem vagyunk a legjobb barátnak, és hogy utálsz. És hogy azt hiszed, hogy én is utálok. De ha egy csepp testvéri szeretet van benned, akkor ezeket lefénymásolod. Léci, 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 léci. Jó? Köszi. Ott van minden info, hogy milyen legyen. Na jó, de cserébe meghallgatod az új Marilyn Manson lemezt. Oké, mostanában úgyis rá vagyok a rock zenére. Velem a fény, haza kísér, nyugtalan álmaim tengerén. Valami ritka ramaty ez a pub. Új törzsért kell találnunk. Keres magadnak. Na végre, itt van Regi. Adj egy nyuszi puszit. Előbb a nyuszi kér puszit. Igaz. Pompás. Figyelj már, mi van, baby? Mi bajod van? Semmi, semmi. Csak a zenekar. Itt áll egy nyuszmus. Nyugi, már is intézkedem. Még várom, szíved válaszra lel, de a holnap még nem felel. Na, ha mindjárt jobb. DJ Dave Technomix 2003. Erről beszéltem. Anyuszó? Csücs ide hozzám. Akkor nem. Ajaj. Nyugi, ne parázz. Nem lesz semmi gond. Na, olyan fiúkák, elpattant egy húr. Milyen baromi vicces vagy, nem is tudtam, hogy ide férgeket is beengednek. Jó színész vagy, Regina, mert kezdtem azt hinni, hogy te más vagy. Jusszóka, te ismered őket? Nem. Vagyis igen. Jusszóka, beszarás, milyen dumájónak is csekkon. Az hagyján, de hogy lehet így felöltözni? Ráadásul az új csajsz, hogy letagad őket. Nyugi, fiú, menjünk hát Márkékhoz, és folytassuk a garázsba. Jó ötlet. Majd írunk egy számot az őszinteségről. Ezekben miről beszélnek, nyuszó? Ne nyuszók, ez már te idióta. Tutira valami állatkerti gondozó vagy, vagy mi az? Pöcsi, pöcsi, nem bírod a kritikát? A rockzene a múlté, éljen a techno. Tud, tud, tud. Hey, a balhét akartok kívül tágasabb. Most pedig lehet fizetni, és húzzatok innen! Nem lesz itt balhé. Persze, hogy nem, a srác még a csajnál is nyuszókább. Jaj, fiúk, ne verekedjetek! Hagyjátok abba! Fiúk, nem érek meg senkit! Tudod, mit bírok a babaképű virággémi surdi bubikban? Nem. Mit? Semmit! Kikészítelek, hogy Norbit a passzal! Ez számos is bunyozni, érted? Itt vagy már le! Francotlen kisába! Fiúk! Fiúk, hagyjátok abba! Ne verekedjetek! Jézusom! Hú, azért ez egy kicsit sok lesz. Csinálj már valamit! Mit csinálhatsz? Mit tudom én? Te miattad van minden! Jó vagy, így fogd az orrot, tartsd, te tartsd, így hátra kell tenni, így, így fogod, jó, tartod? Tartom, nem, oké? Okay. Hülye gyere! Mindenki álljon meg ott, ahol van! Mit csináljak? Gyere, Regi, húzzunk innen! Nem csinált semmit, hagyják nézni! This is fine! Biztos úr, higgy el! Ez nem az, aminek látszik, ezek a srácok nagyon jó! Tiszta Paris Hilton feeling! Gyere, Detti, tűnjünk el innen! Felve vigyázni! Üljön be, jön!
életem egyik legrosszabb napja volt. És neked? Miért? Mindjárt elhányom magam. Mi a baj, csajok? Hogy mi? Az, hogy Regi doktor szöszinek képzeli magát. Én mindig mondtam, hogy az ördög Prádát viselt. Igen, csak hogy ez nem valami Amerika. Szerintem csak egy SOS szerelem kéne neki. Vagy csak szex és más semmi. Ez a káosz összezavarja elménket és szétzilálja a lelkünket. Én szóltam előre, hogy ennek nem lesz jó vége. Nem értem, hogy Lívia hogyan engedhette ezt meg. Ő volt a józan erkölcsiség piedesztálja. Nekem van egy olyan érzésem, hogy Líviának ehhez az égvilágon semmi köze nincs. Igazgató úr, ami nem megy, azt ne erőltessük. Adját nekem a döntésjogát. Tudom, hogy ezzel nagy terhet vennék le a válláról. Talán igaza van. Ugyanakkor vagy tönkre megy a csapat, vagy teret engedünk felt kisasszony rózsaszín kampányának. Károly, a kocka el van vetve. És úgy érzem, hogy ez most nem más, mint építő kocka. Ezzel vigyázz, leharapja a kezed. Láttad? Nehéz lett volna nem észrevenni. Most mi bajod van? Hiszen te biztattál, nem? Én? Mire? Hát tudod, hogy harcoljak az álmaimért. Az üzenet! Szavasz, haver. Mi a helyzet? Gyere, menjünk. Ez meg mit akart? Semmit. Ne haragudjatok, hogy ide cibáltalak benneteket, azt hittem lesz értelme. Semmi gáz, úgyis látni akartuk az új sulidat. Igen, és persze téged is. Tudom, és hálás köszönet érte. Ti vagytok a legcukibb barinők. Köszönjük! Na, azt hiszem, itt ér véget a mai válogatás. Mi van? Ennyi ember kell, hogy megvéd magad? Téged meg ki a fene kérdezett? Jé, Laura is ide jár? Na, Barbie. Jó, ez már egy update kiadás. Hagyjátok, csajok. Mondjad, mi a baj? Beszéljük meg egyszer s mindenkorra. Zsüsszi kisasszony, milyen sürgős? Igazgató, hűjjön gyorsan! C'est une catastrophe! Mi az? Mi történt? A tourneterrain, les étudiants, siessen, gyorsan! Lívia? Oui. Úgy látszik, tévedtél velük kapcsolatban. Károlynak igaza volt. Egy hal és egy sirály szerethetik egymást, de hol fognak fészket rakni? What? Regina, te így tartod be a Diri utasításait. Nem látod? Én azon vagyok veled ellentétben. Hát nem sok kell, hogy sarkon forduljak. Akkor minek jöttél ide? Nem azért, hogy itt rebegtesd nekem a műszempilláidat. Csak nem akarom, hogy kicsapjanak. Ennyi az egész. Azt meg pláne nem, hogy az én elnökségem alatt menjen tönkre a suli kosárcsapata. Nem gondoltam, hogy létezik gonoszabb kígyó, mint Laura. Csajok, ő Lívia, a diákok elnöke. Ő Sandra és Vivian a legjobb barátnőim. Ó, és nem platina szőkék. Te mindig ilyen kedves vagy? Nem, tud kedvesebb is lenni. Az megnyugtató. Nyugi már, csak egy hülye vicc volt. Na, kezdhetjük? Ki ő?
ő csak nem a netes sár. Sajnos nem, ő csak a szomszédom. A szomszédom? Aha. Én is ide akarok költözni. Nem több, csak egy szomszéd, mielőtt fejtegetnéd. Dávid... Persze, persze, Mr. Kükloksz. Szerintem ő a netes srác, olyan kis romantikus alkatnak tűnik. Most mellé fogtatok, randi guruk, mert biztosan tudom, hogy nem ő az. Honnan vagy olyan biztos benne? Mert megkérdeztem. Megkérdezted? Normális vagy? A 12-es szabály B pontja szerint sosem kérdezünk rá a becserkészendő áldozatnál. Fú, hát nagyon ciki lehetett. Nem áldozat. Mi az, hogy nem áldozat? Már több mint 10 éve ismerjük egymást. Mi? Szandra, te több mint 10 éve ismered ezt a srácot? Dr. Vivien, Regináról beszéltem. Jaj, annyira izgi a szitu, már totál elvesztettem a fonalat. Vivi, lássuk be, még életedben nem kaptad el a fonalat. Köszönöm, hogy eljöttetek. EBM. Mi? Legjobb barátnőd mindörökké. Na, sziasztok, csajok. Csak ügyesen. Csokszi. Puszi. Na, mi van, kezdhetjük végre a próbát? Mármint a válogatást. Nem. Válogatáson már túl vagyunk. Nálam jobban senki nem tudja, kik a legjobbak a suliban. Azt hiszem, rá már nincs szükség. A gép forog, az alkotó pihen. Ki anya tündérbogár hercegnője? És mit kap ma vacsorára? Gyere, Jászmin! Egyet a babának, nullát mamának. Sziasztok, csajok! Igen? Csajok, ez az álomnet totál belém van csavarodva. Mi van? Ki a fene lehet az? Nem tudom. Na jó, Jászmin, menj és fejezd be a vacsorádat. Regi, most velem beszélsz? Áruld már el, ki vagy. Jaj, csajok, ezt tud az új pompon csapatomról. Na jó, ezt nem bírom. Most tegyük le, és akkor hív vissza, hogyha kiderítetted ki. Csajzi, nem lehet, hogy egy UFO az. Csak ügyesen. Oké, okay, puszi. Merre mész? Anyám megkért, vigyem át Nagyinak a sütis dobozt. Szereted a sütiket? A Nagyiét? Egy-két nap alatt felfaljuk az egészet. Nagyon süti. Hogy van a szemed? Már jobban. És a macsópasid? Nem tudom. Nem beszéltem vele azóta. És te merre? Hát csak kihoztam a szemetet. Erről lekéstél? Hát tudom, de még mindig jobb, mint ha bent bűzölök. Mennem kell. Oké, nekem is. Szia. Szia. Mondd, mit adhatnék neked, de más vagy, mint én. Mégis álmodom veled, eltévedhetnék. Elképzeld érintés az ében, nem bűnös vallomás. Nekem ott, aki véd, aki vár, aki félt, nem történt. Semmi más. Legyen ez egy őrült vágy. Legyen ez egy őrült. De nehezen találtad meg a szemetest. Baj van? Nem, nincs baj. Megyek lefürdöm és lefekszem. Fáradt vagyok. Jó ét. Apa, neked nem hiányzik a régi életed? Jaj, kislányom, hát
Azt hittem már sikerült beleszoknod az új iskolába. De nem most, miről beszélek. Hanem erről. Ezek ti vagytok pont 20 éve. Na menj, feküdj le, kislányom. Gyere, csípke, Rózsika. Felébresztelek 100 éves álmodból. Vagyok a titkolózáshoz, úgyhogy kérlek, áruld el, ki vagy. Nincs kedvem romantikázni, és elegem van a titkolózásból is. Gondolod, hogy kicsit késő van már? Most ezzel rúgozol, nyúszó, vagy behívsz? Mit akarsz? Figyelj, bébi, nyúszóka. Tudom, hogy gázszitukba hoztál, de megbocsátok. Ó, milyen nagy lelkű valaki. Na, tudom, tök jó arc vagyok. Figyelj, péntek este Tomit meglepjük egy szülinapi vitorlázással. Egy haver kölcsön adja a jachtját. El kéne jönnöd velem. Mégsem mehetek egyedül. Majd de figyelj, nyúszóka. Elmegyek, de nem azért, mert kibékülünk. Csak is Tomi miatt. Én ugyanis tudom, mi az igaz barátság. Zsír! De majd azt mond a többieknek, hogy én dobtalak, de te szerettél volna velem jönni. Én meg hát mégse vagyok önző. Oké. Mi van, nyuszó? Mi a baj? Semmi, csak várj egy kicsit. Ide hoznád a szobámból a mobilomat. Nyuszó, te most ugrálod? Na jó, oké, csak hogy lásd, milyen gentlemanus vagyok. Szia. Hát te? Csak hoztam neked egy kis sütit. Köszi, Ari vagy. Ki csengetett? Most már nem kell. Senki, csak a szomszéd fiú. Szia! Csókolom. Ma megint te? Mi van, nem volt elég, amit a múltkor kaptál? Ezek szerint a regi barátjával már találkoztatok. Igen. Mi már egész közelről ismerjük egymást. Segíthetünk valamiben? Gondoltam, hozok át egy kis sütit Kati néninek. Mm. Ajándékba szántam valakinek, akiről azt gondoltam, hogy különleges. De rájöttem, hogy tévedtem. Köszönjük szépen. Bánhatja, akinek szántam, mert istöri illata van. A nénézést pedig felejtsd el, Elvira, majdnem egykorúak vagyunk. Ha tetszik akarni. Kérte? Kösz, nem akarok mérgezést kapni. Nekem mennem kell, itt a telód. Akkor, amit megdumáltunk, oké? Vigyázz magadra, töki. Nincs kedved bejönni? Á, nem, már nagyon késő van, meg egyébként nekem is mennem kell. Kedves újjú! És helyes is. Igen, az. Ezek után én volt képes szóba állni veled. Ez azért nagy pofátlanság. Én sem vagyok odaérte, de tény, hogy csak így tudjuk megmenteni a csapatot. Kell egy dominatípus, aki rácsap a popsinkra, ha kell. Csoki csapat! Na, mi a helyzet? Ó, bocsi, te foglalt ez az asztal. Figyelj már, parkolóőr is vagy, meg főpincér is. Álláshalmozó lettél vagy. Keres egy másik helyet, de most komolyan. Mi szénhidrátot is eszünk. Tényleg nem férsz ide. Bocs. Hé, Regi! Regina! Hú! 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 Szia, Kriszti!
Szia! Csinálsz nekik egy csapatot, és még akkor sem engedik, hogy odaülj hozzájuk. Én 3 éve próbálok a közelükbe férkőzni, de nem sikerül. És soha nem vehetek részt a szoáréken. Szoármiken? A szoáréken. Francia szó. Mindegy. A suli menő srácai összegyűlnek a versenypályán. A gokicárok és a dögös csajok. Mindenki ott van, aki számít. Hát nem aranyos, hogy ide jött. Észre se vett. Hogy kerülsz te ide? Ez a legjobb hely egy kis versenyzéshez. Én benne vagyok. Indulás. De azért köszi. Oké, csajok, szép volt. Most egy kis pihenő. Az egyenruhákat itt találjátok a dobozban. És hol a szoknya többi része? Most már csak egy hajszál választ el titeket attól, hogy igazi pomponlányok legyetek. Miről beszélsz? Hát a szabályokról! Első szabály. Egy pomponlánynak makulátlan a bőre és a haja. Lehetek szabad, de ha senki se vár. Kettes szabály. Egy pomponlány formában tartja magát. Nem veszem komolyan, ha valaki félt. Mindig a más kell, vonza veszély. Álmodnék, változnék, változnék. Hármas szabály. Egy pomponlány egészségesen étkezik. S ha érzed, hát ébredj, nincs még késő már. Négyes szabály. Egy pomponlány csodásan öltözködik. És ami a legfontosabb szabály, egy pomponlány sosem tartja be mások szabályait.
Nem ez jön. Szedjétek már össze magatokat, holnap lesz a középdöntő, nem vallhatunk szégyen. Liv, egész délután próbáltunk. Lássuk be, hogy Regina nélkül nem megy. Elég a nyafiból. Regina nem érezte jól magát. Na, gyerünk, vissza mindenki a kezdőbe. Vanda, te számolsz. És 5, 6, 7, 8. Fiú, nem lehet pompollány? Konkrétan nem. Legalábbis remélem. De szeretem ezt a sulit. Na jó. Látom, ma már ez nem fog menni. Holnap egy órával korábban találkozunk, és elpróbáljuk a pályán Reginával. És biztos, hogy 8-ra kellett jönni? Tuti! Jó, csak már nincs itt senki. Lehet, hogy egy kicsit korán érkeztünk, de az is lehet, hogy már benn vannak is piána. No para, baby. Oké. Na jó, én felhívom Szandrát, hogy merre járnak. De hogy hívod? De, Dávid, mi folyik itt? Mi ez az egész? Ne! Ne, Dávid! Ne, Dávid, hagyd abba! Ne légy már ilyen félénk! 3 éve erre várok! De én nem akarom! És hol vannak a többiek? Dávid, ne! Dávid! Dávid! Dávid, hol vannak Tomiék? Szülinapi buliba, mindjárt utánuk megyünk, higgadj már le! De akkor minek hoztál ide? Szerinted? Szereztem egy tuti kis hajócskát, hogy tegyük rendbe a dolgunkat. Legalább egy szép befejezés lenne, érted? Ki lenne, ha Susan mennél egyetemre? Micsoda! Előttünk az egész este. Csak adj el menni! Kérlek! Anyu, szoka, ne haragudj, úgy feliskadtál, és elborult az agyad. Elborult az agyad? Kicsit kanos vagy, és már nem tudsz parancsolni magadnak, az állatok nem viselkednek így. De baby, ne szív már így fel magad, még a legjobb családokkal is megesik az ilyen. Nálatok lehet, most pedig engedj ki, vagy csikítani fogok! Ne add már itt az ártatlant, azt hiszed, nem tudok a netes dolgaidról! Micsoda, te kutakodtál a gépenben? Nem volt rá szükség, Laura megmutatta a weboldaladat. Micsoda, Laura megtalálta a blogomat. Hát, ha ezt blognak nevezed! Szexi pomponlány! Micsoda, ezt Laura mutatta neked? Ja, és csak annyit kért cserébe, hogy rajta gyakoroljam a fekve nyomást! Te mekkora szánalmas bunkó vagy! Tudod mit? Megérdemlitek egymást!
Reménytelen a csaj. Itt hagyott felizgulva. Még az se. Te figyelj már, Laura ott van. Ja, neki legalább vízszintesben is nagy a szája. Ez meg mi a szar? Ez szar? Hé, és rácok, mit keresünk mi? Te valószínűleg Ali szájfényét akarod, de mi konkrétan kukkolni jöttünk. Szerintetek még van köztük szűz? Ha Nikó múlt van, a tutira mondasz. Kap be. A fiúknak majd kiesett a szemük. Nem mondjátok el csajok senkinek, de nekem Ricsi nagyon bejön. Perc és közben a pasikat figyelem. Igen, közben, előtte és utána. Jézusom! Nincs a lábatok köz semmi, amivel szórakozni tudnátok! Erről az élesen vihánt én csak most mellegettem bele, egyik sem gangos! Azért vigyázz azzal a bemelegedéssel! Várjatok már, ebbe a nadrágba nem tudok futni! Istenem, add, hogy dobjak egy 3 pontos, és a kis csajok egész éjszaka kényeztessenek minket a meccs után! Kivel persze Nikót a kezöltözőben marad recskázni. Aha. Gyerünk! Ali nélkül nincs fogás. Rég itt kéne lenniük. Már egy órája láttam őket felöltözni. Pontosan ma hallottam. Ne stöpálja magát, Károly. Ebből már úgy se jön ki jól. Maguk meg mit csinálnak itt? Már rég kint kéne buzdítaniuk a közönséget. Van egy kis gond. Mi a probléma eredője? Nem tudjuk, hol van Regina. Egész délelőtt hívtuk, de ki van kapcsolva? Nem érdekel, akkor jelöljenek ki egy másik kapitányt és irány a pálya. Ha Mohamed nem megy a hegyhez, akkor a hegy másik Mohamedet választ. De tanár úr, ez nem ilyen egyszerű. A Főnix madár föltámadott. Elnézést a késésért. Az történt, hogy... Hol a fészkes fenébe volt eddig? Egész egyszerűen. Mindegy, nem érdekes. Öltözön át és hódítsa meg a havas csúcsokat. Gyerünk, csajok, mutassuk meg, ki a legjobb! Mi a legjobb! Mi a legjobb! Mi a legjobb! Hajrá, csajok! Csarázzuk, rázzuk, most felrázzuk a csapatot. Ma újra győzünk, és kiderül, hogy ki a jobb. Szurkolj, hogy halljuk, a virág inni a király. Csak rázzad, rázzad, csak rázzad, rázzad. Felforr a vérem, új ritmus, mi táncra hívjuk, mindenre készen. Szoros meccs volt, de nyertünk. Na, egyébként. Megnyeritek a döntőt is. Szurkoló csapat. Legyen, ha ez kell a mai közönségnek, áldásomra. Halló? Igen, én vagyok. A leányaim nevében köszönöm. 2 hét múlva nagy döntőn új harc kezdődik.
Hát ebből országos botrán csinálunk. Regina, mondanál pár szót a hot schoolnak? Úgy hallottam, hogy az új iskolában is te lettél a még királynő. Mégis kit kellett kitúrnod a helyéről? Senkit. A csapat ötlete közösen pattant ki a fejünkből. Livia hozta az embereket, én pedig csak a tehetségemet adtam hozzá. Nem félsz tőle, hogy az ex-suli csapata megfoszt a koronától a döntőn, és soha többé nem leszel a csúcson? Nem azt számít, hogy az ember mindig a csúcson legyen. Vannak ennél fontosabb dolgok is, mint például a barátság. Mi van? Szia! Azt az elején szeretném leszögezni, hogy nagyon haragszunk rád, amiért átvertél minket. Hagyd már ezt! Baj van, Livia fel akarja oszlatni a csapatunkat. És nekem ez mi közöm? Úgyis mindenki ellenem volt, míg Livia be nem jött a képbe. Hát most nála a labda, ezt akartátok, nem? Nem, Regi, senki sem akarta ezt. Mindenki szurkolt nekünk, hogy összejöjjön, még a Dir is adott pénzt az egyenruhánkra. Livia összehívta a csapatot a tornaterembe. Regina, ez az utolsó pillanat, hogy közbeléphetsz. Oké, de szerintetek mégis mit tehetnék? Te vagy a kapitány. Sajnálom, higgyétek el, de nincs más választásom. Akkor válasszunk másik kapitányt. Igen, nem áll meg a világ Regina nélkül. A világ nem áll meg, de van egy kis gond. Be kell látnunk, hogy ő a legjobb. Be kell fejeznünk. Ilyen megbízhatatlan emberre nem építhetünk. Bocsánat. Sziasztok. Lányok, megmondtam, hogy kettőre legkésőbb mindenki itt legyen. Oké, és Livia, itt vagyunk, ne balhízz már. Na mindegy, szóval ott tartottam, hogy mától a szurkoló csapatot véglegesen beszüntetem. Livia, ne! Nocsak, hivatlan vendég a láthatáron. Sajnálom, de elkéstél. Van még valami mondani valód? Igen. Szeretnék tőletek bocsánatot kérni. Mégis mit képzelsz magadról? Ide jössz a póthajaddal, a pink pamacsos tolladdal, és eljátszod, hogy a virágimja te saját Barbie házad? Sajnálom, hibát követtem el. Sajnálod. Mit gondolsz, ezzel mindent megoldasz? A Diri üvöltözött velünk a meccs előtt. Vedd már észre, hogy ez már itt nem csak rólad szól. A szurkoló csapat nincs többé. Pont ez az, amiről szerettem volna veled beszélni. Neked ehhez már semmi közöd. Tévedsz, Livia, mert van. Köszönöm, lányok, végeztünk. Nem, még nem végeztünk. De igen, Regina. Már megszavaztuk, a szurkoló csapat nincs többé, te pedig nem vagy többé kapitány. Érdekes, én erre a szavazásra nem emlékszem. Én sem. Alice. Lányok, nem akarom taglalni, miért kell megbíznotok bennem. De higgyétek el, hogy fontosak vagytok ti is, és a csapat is. Nagy árat fizettem azért, hogy nem tudtam eldönteni, kik az igaz barátok körülöttem. Elvesztettem valakit, akiről azt hittem, hogy szeret, és valakit, akiről azt hittem, hogy szerethet. Egy pofon kellett mindahhoz, hogy rájöjjek mindenre. Csak azt akartam, tudjátok mindezt, mielőtt szavazni kezdtek. Na jó, elég a lelki dumából. Tegye fel a kezét, aki továbbra is megbízik Pimki Mimkiben, és azt szeretné, hogy legyen szurkoló csapat, mert szíve mélyén megszerette ezt a pláza pudlit. Úgy látom, a többség szeretné, hogy maradj. Én pedig nem állhatok a demokrácia útjában. Köszönöm, Livia. Ne, nekem köszönöm. Meg hogy képzelte? Jó van, lányok, most még keményebben fogunk próbálni a döntőre. Álljatok már össze! Miért? Kellett volna? Sem voltam. Dolgom volt. Gyerünk, lányok! Próbáljuk újra a koreográfiát!
Szevasztok. Egy óra múlva ott futban. Csajok? Rendben. Regina? Örömmel. Kik jönnek? Csajok, Nikó, Ricsi. Nikó, Ricsi. Jól van, már csak vicceltem. Akkor egy óra múlva. Sziasztok! Hello! Szia! Sziasztok! 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 Nem tudtam, mi Regina is itt lesz. És mivel van, haver? Egész normális a csaj. Szia! Szia! A győzelemre! Regina, üdv a csapatban! Köszi! A győzelemre! A győzelemre. Regi, hogy átjöttél a sportgimiből? Az igazság az, hogy kirúgtak. Az igazgatónő kapott egy e-mailt, ami tele volt hazug mocskolódással. Mi? És ki küldte a mailt? Nem számít. Már örülök, hogy így alakult. Az egész eddigi életem egy hazugság volt. Nyugi, Barbie, bennünk sosem fog csalódni. Köszönöm, srácok! Hűha. Hú, utoljára 6 évesen ettem ilyet a búcsúban. Azóta is érzem a hagymát a számban. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a gimnáziumi bajnokság legnagyobb érdeklődéssel várt mérkőzésén, a bajnoki döntő. Fergeteges meccsen nézünk, az egyszer biztos, a Virág Gimnázium évek óta képtelen volt nyerni. Elkapjuk a tökeit! Ezeknek a böcsöknek! Ahogy tegnap este elkaptad, Laura? Fiúk! Ki vagyok én? Na ki vagyok? Merve a hegyről, aki beveri egyből! Beveri egyből! Beveri egyből! Ki a jobb? Mi? És ki a legjobb? Te! Beveri egyből! Beveri egyből! Te surdi bubi, megszúrtátok már az ex-csajomat? Ha nem, az azért van, mert nincs senki, aki hozzám fogható lenne. Anyád, tegnap este mást mondod? Ennyire a kis csíra! Meglátjuk már este, mit produkálnak. Minden esetre a csapatok nagyon készülnek. Gyere ide vissza, kis kocka! Ha jól látom, akkor a sportgimi egyik sztárja már a bemelegítését végzi a passzolok között. Szint rólam a sengedet! Tehát a Virág Gimnázium egyik játékosa is. Érdekes így a meccs előtt. Álljál meg egy helybe! A csapatok között. Nem tudom, hogy ez jót tesz a meccsnek, avagy sem, Zoli. Parázs mérkőzésre, parázs fináléra van kilátás. Az biztos. Not
Sziasztok! A világ Gimi! Bravo! Profikat faradtam belőle. Regi, gyere! Tudom, hogy unod a köcsögöket, és velem akarsz lenni! Gyere már! Érted, undorod a köcsögöket! Mi lenne, ha megkímélnéd magad attól, hogy egy este kétszeri szarrá velünk? Nagyon nagyra vagy magaddal, kis köcsög. Milyen érzés életedben először nem lúzernek lenni, ha? Ha mennek ugyan végen, sajnos a bajnoki döntő okozta feszültség, most kijön a játékosokon, óriási merekedés kezdődik a pályán, rögtön a finálé után. Óriási feszültség, szakadott a játékosokból. Ki az? A halál sötét hercegnője. Bebocsátást nyertél a Szivárvány király lánykastélyába. Csak azt akartam mondani, hogy amikor figyeltelek téged ott a pályán, ahogy idétlenül ugrabugrálsz a kis miniszoknyás tündérkékkel, büszke voltam rád. Én is büszke vagyok rád, Hugi. Nem ismerek más tinit, aki egy húzásra lehúz egy korsósört. Jó. Good night, Kitty. Figyi, most már nagyon elegem van belőled. Áruld el, hogy ki vagy, és mit akarsz. Álomnet? Ez meg ki lehet? Szia, ki vagy? Igen? Hé, hey, haver, itt a best friendek. Na mi van, jössz szobába? Nem, fáradt vagyok. Ne legyél már antiparti arc. Geri számít rád. A sztárbanda csak 10-ig játszik, nem hagyhatjuk meghalni az évbuliát. Nem tudja valaki bevállalni helyettem. Ide figyelj, haver, fél órát van, hogy ide érj. Oké, hello. Mindig éreztem, hogy nem ő az igazi, de azok után, hogy megütött, végre bűntudat nélkül vallhatom be magamnak az érzéseimet. Regina. Az érzelmet, amelyet fájón folytottam el magamban, amelyet szere tart életben és sodor a végzetem felé, és amely sosem teljesülhet be. A szerelmemet a szomszéd srác iránt. Haldokló föld, legyilkolt fák, fuldokló égbolt néz le ránk. Minden csak pénz, papír és szám, és hullaszak a lépteink után. De ébrednünk kell, még nem késtünk el talán. Niko, utoljára mondom, nem tanítom be neked a pompom koreográfiánkat. Na, Dettibú, adj egy esélyt. Cserébe beugorhatsz helyettem szintézni az egyik koncerten. Oda nézzetek, akár egy királynő. A házon túl gép, a gépben túl gyár. Az élő bolygó néte. Örülök, hogy eljöttél. Igen, én is. Mi az? Valami baj van? Nem. Nem, csak van egy elintézetlen dolga. Mi van ránk ez a föld? Ezen kell, hogy éljünk szebb jövőt. Mi van ránk ez a harc? Mire vársz? Mi zakarsz? Mi van ránk ez a föld? Lívia, nem láttad Márkot? Az előbb még itt volt. Miért nem mondod el neki végre? Mit? Szerintem mindketten jól tudjuk, miről beszélek. Próbáltam hiddel, de lehetetlen.
Nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar feladod. Regina, ne okozz csalódást. Bizonyítsd be Marknek, hogy tévedett veled kapcsolatban, hogy többet érsz annál, mint akinek hisz. Mert többet érsz, én már csak tudom. Köszönöm, Nívia. Tudsz te kedves is lenni. Komolyan mondtam. Örülök, hogy megismertelek, és hogy a barátomnak mondhatom. És ha már barátokról van szó, van egy kis meglepetésünk számodra. Csajok, felkészültetek? RBM! Az élő bolygón így terem halál. Vagy ébrednünk kell, vagy késő lesz holnap már. Mi vár ránk ez a tör? Ezen kell, hogy éljünk szebb jövőt. Mi vár ránk ez a harc? Mire vársz? Mit akar? Márk, ne! Könyörgöm! Regina, erre semmi szükség. Megtaláltam a weboldalt. Márk, tudom, mit gondolsz rólam, de hidd el, hogy sosem tennék ilyet. Dávid és én már a verekedés estén szakítottunk, és ez a weboldal meg... Én csak... Bocsáss meg, amiért egy elkényeztetett, önző... És még? Egoista idióta voltam, és teljesen megértem, ha utálsz. Hogy tudnék utálni valakit, aki ilyen gyönyörűen ír? A blogodat olvasva ismertem meg az igazi Reginát. Te a blogomról beszéltél. Azt hittem, itt akarsz hagyni, mert... Itt hagyni? Soha. Csak kiszaladtam valamiért, ami téged illet. Már aznap este tudnom kellett volna, hogy jók a megérzéseim. A nagy sütője sose került még illetéktelen kézbe, illetve szájba. Várj csak, valamit el kell intéznem. Köszönöm. Ó, basszus. Mi van? Most lett volna a doppergés. És? Én vagyok a dobos, emlékszel? A karkötöm! Ezt nem hagyjuk itt. Most már mehetünk. Lányok, fiúk, elérkezett az est fénypontja. A Hot School magazin minden évben a bajnoki döntő után hirdeti ki a bajnokok bálkirálynője címet. A tiarát minden évben az a hölgy kapja, aki a legtöbbet tette a bajnokságért. Aki tehát egy éven keresztül képviselheti a magazint, mint a Hot School magazin arca, és két személyes álomutazást nyer Hollywoodba, az álmok városába, nem más, mint... Feld Regina, a pompom királynő! Köszönöm, de számomra az álmok városa az, ahol álmaim pasia lakik. És ezért nem kell Hollywoodba utaznom. A korona pedig nem csak engem illet. A lányok nélkül, akik 7 nappal át éve gyakoroltak velem, és akik hittek bennünk, sosem sikerült volna. A fotózást tehát csak akkor vállalom, ha az egész csapat szerepelhet rajta. Nem tudom, Regina, ilyesmire még nem volt példa. Ugyan már, haveshász, ne legyél gyíkarc! Nyomassuk azt a címlapot együtt a csajokkal. Legyen! Gratulálok! Ez a korona a tiétek is! Figyőzzatok, partiarcok! Itt a perc, amire vártatok a színpadon a virág gimi diákjainak. Rock ördögei, a frontemberük Gigi-Gigeri! Nyomassátok a bulit, orvérzés! Szerepben játszhatsz egy bábként, ahogy más.
hát indulj a hős, te lehetsz. Jobb, ha lassan készülsz, az élet úgysem vár. Nem történhet meg ez a ringyó, nem lehet bál királynő! Ennek szexhirdetései vannak az interneten! Igen, igen, a vadmacska, aki keresi Kandúrját. A pompom lány, aki mit... Minden kívánságodat teljesíti. Te meg mit keresel itt? Takarodj le a színpadról! Nem, Laura, többé nem dirigálsz nekem. Regi, bocsáss meg nekem, én csináltam azt a weboldalt. Laura megkért, hogy tegyem meg neki. Cserébe pedig... Ne, neki ne merd mondani! Rajta gyakorolhattam a fekvenyomást. Amíg el nem kaptam tőle valami ronda ragyát. Kinyírlak! Kinyírlak, te szutkos kis rivac! Te előtte! Mit csináltál, te idióta? Emlékszel, amikor szóltam, hogy büszke? Azt mondtam, nem tőled! Ne rendjétek! Megy a sor, mire vársz? Most, hogy... Mondtam, hogy tartsd a szád! Ne fotózzál! De te nem tartottad! Boldog szakítást! Végeztem! Ne fotózzál! Az új cipőm! Na jó, eddig bírtam tűrköztetni magam. Nem látom a kakit. Jaj, bocs, elhagytuk. Jöttünk. Fasza. Ez nem volt jó, szerintem. Regina! Úgy hallottam, hogy elfelejtettem, hogy mit hallottam. Láttam a másik iskolában, milyen közösségi munkát végre. Úgy gondolom, ezt a... Bocsánat. Láttam a másik iskolában... Bocsánat. Fruit pizza. Néhány szőke tincsre, és egy Britney CD-re van szükséged, nem pedig szorongás oldóra. Na, léptem, és... Ez így nem jó. És... Nincs kukucskálás a blogomba. Cup-cup.